Az áprilisban induló zöld járat alkalmával a kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a faleveleket a közszolgáltató által biztosított, DTKH emblémával ellátott, lebomló zsákban szállítják el a megadott gyűjtési napon. A zöld hulladék terén változás, hogy az évi kétszeri alkalom helyett a zsákok mellé minden alkalommal kihelyezhetjük az ágnyesedéket kötegekben összekötve. Áprilistól december elejéig két hetente megy a zöld hulladékos járat. Ami változás történt, ugye maga a járat ingatlanonként két zsákot biztosít a gyűjtéshez, illetve ami változás még történt, hogy a tavalyi évben már nem csak évi kétszer volt zavar és ággyűjtés, hanem most már minden alkalommal lehetősége van a lakosságnak fél köbméter köteget zöld hulladékot kirakni. Fontos, hogy akinek nem elegendő a kettő darab cserezsák, az ügyfélszolgálati irodákban gyűjtési alkalmanként további három darab zsákot igényelhet térítésmentesen. Az ezen felül kért zsákokért a szolgáltató 295 forint plusz áfát számol fel. Az átvételéhez pedig személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértékét utólag számlázza ki a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT. Természetesen a zöld hulladékot akár komposztálhatjuk is. Kecskeméti zöldövezeti családi házas ingatlannal rendelkezők igényelhetik érvényes hulladékszállítási szerződéssel, ha rendelkeznek. Még közel 200 darab edény áll rendelkezésre, melyet a Békefasori ügyfélszolgálati irodánkban lehet átvenni. A komposztálás szabályairól prospektus is kapható az ügyfélszolgálaton, az elszállításáról pedig mindenkinek magának kell gondoskodni. Kecskeméten és környékén a szelektív hulladékgyűjtés zsákos rendszere okozhat még bonyodalmat. A jelenlegi rend alapján az összegyűjtött csomagolási hulladékokat, például papír, műanyag, fém, italos karton, a DTKH Nonprofit Kft. Által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színű zsákban, vagy bármilyen áttetsző, de nem fekete zsákban keverten lehet kihelyezni, két hetente a gyűjtési napon az ingatlan elé. Szelektív hulladékgyűjtés ugye ugyanúgy két hetente csak egész évben, illetve annyi cserezsákot kap a járattól, amennyit kirak az ingatlan elé. Tehát, hogyha ötöt, akkor ötöt. Amennyiben kevesebb zsákot kapott, vagy éppen elszűnt a zsák, akkor viszont az ügyfélszolgálaton tud igényelni. A Csányi János körút 14 vagy a Békefasor 71 per A szám alatti ügyfélszolgálatokon tehát bármennyi sárga zsákot kérhetünk ingyenesen. Zöld zsákból kettő jár térítésmentesen. A zsákok és a zöld hulladék kihelyezése mellett nagy változás a városi szintű lomtalanítás eltörlése. Az új, házhoz menő lomtalanítás azt jelenti, hogy a lakosok évente két alkalommal rendelhetik meg ingyenesen az összegyűlt hulladékok elszállítását, ennek pedig a többség nagyon örül. Én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb rendet lehet tartani, egy tisztaságot, hogy akkor rögtön jönnek, amikor szólnak, és akkor nincs az, hogy most ezt viszik kasztúrnak szét. Leteszi akárki a szemet, már a megfelelő időben a kalompot mondom, nem a szemetet, hogy akkor nem turkálják szét, nem úszik mondjuk két hétig a környék a szemétbe, hanem elviszek programozottan. Jobb, mint ami volt, mert akkor a szemetet csináltak, most széthorták, széthúzták. Szerintem ez jobb. Szólni kell, és akkor azt hiszem kulturáltabb így. Mint sem az, hogy ki kell tenni egy bizonyos napon, és akkor ellepik a guberálók, széttúrják, aztán utána nem tudni, hova lesz. Tehát ő elviszi, utána meg kidobja mások. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy sokkal tisztább rendszer, hogy házhoz megy. 2018. június 1-jei bevezetése óta több mint 90 alkalommal igényeltek Kecskemét területén házhoz menő lomtalanítást. Időjárástól függetlenül volt, aki a téli időszakban rendelte meg, mert sokkal kényelmesebb, mint egy egész városhoz igazodni. Tavaly évben volt az utolsó úgynevezett közterületi lomtanítás, ami ugye a két hét végére korlátozódott egész Kecskemét területén. Ez most jelenleg annyiba változott, hogy ehelyett ingatlanonként évi két alkalommal ingyenesen előreegyeztetett időpontban szállítjuk el a lomot. Tehát ez azt jelenti, hogy aki érvényes hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, az betelefonál az ügyfélszolgálatra, a megfelelő menüpontot kiválasztja, és leegyezteti az időpontot,
hogy neki a következő ürítési napon, vagy rá két hétre az ürítési napon lenne jó kihelyeznie a lomjait, akkor pedig azon a napon nem csak a fekete kukáját, a vegyes hulladékos tárlóedényét, hanem a lombhulladékát is kirakja, és a hulladékszállító jármű elszállítja. Azonban figyelni kell rá, hogy az elszállítandó hulladék a vonatkozó törvény értelmében nem helyezhető el közterületen. A kihelyezhető hulladékok köre és a lomtalanítás egyéb feltételei változatlanok maradtak. Továbbra sem visznek el növényi és állati vagy építési hulladékot, elektromos eszközöket, háztartási szemetet, gumiabroncsot, akkumulátort, egyéb veszélyes hulladékot. Ezeket befizetési bizonylat felmutatásával a Zöldike utcai vagy a Szélesközi hulladékudvarban helyezhetjük el. Ez a háztartásokban keletkező veszélyes hulladék tekintetében is fontos lehet, elemek, festék és dobozok, esetleg évente egy garnitúra autógumit be lehet vinni, tehát amit a fekete kukába, a sárga zsákba, illetve az öt hulladék gyűjtésben nem fér bele, akkor lehet tájékozódni, hogy pontosan milyen hulladékokat lehet bevinni, de a hulladékudvar is rendelkezésre áll még pluszban. A DTKH a felmerült kérdésekkel és észrevételekkel kapcsolatban folyamatosan rendelkezésre áll az ügyfélszolgálati irodákban. A www.dtkh.hu weboldalon pedig bővebben tájékozódhatnak az elszállítási időpontokról és a módokról is.